Nasz Danis cuccok a videós boltnál, link a leírásban. Ja, és köszi, ha vesztek. Na sziasztok mindenki! Ma ismét egy történet mesélős videót hoztam el nektek, vagyis hát elmondom, hogy néha nagyon szerencsétlen tudok lenni, meg olyan buta sajnos, hogy az már vicces. Most is megbotválkoztam nektek, és képzétek el, késükkel elkezdem videózni, mert elvágtam magam, és véreztem, mint az állat. Mondom, mi van, haviban, jó vagy? Első sztori, ezt lehet, hogy többen hallottátok már, hogy a falusi paraszt gyerek vagyok, és nem sűrű jutok el moziba. Megvolt a jegyünk, barátommal meg barátnőjével elmentünk moziba, megvettük egymás mellé a jegyet. Hát én tudom, hogy hova kell ülni gyerekek, én már itt nagyon jártas vagyok, meg hát tudok olvasni, valljuk be őszintén. Mondom a haveromnak meg a barátnőjének, hogy hát ott ülünk a sarokban, megnéztem a papíron, átmásztunk mindenen gyerekek, már egy pár már nézett is, hogy mi a toszt akarunk hárman, amikor csak két hely van. Jó, úgyhogy átmásztunk mindenen, és amikor odaértem, láttam, hogy két hely van, elkezdtem számolni, hogy mi hárman vagyunk, de én meg voltam győződve, hogy odaszól a jegyünk, utána a haverom felvilágosított, miután már mindenki idegbeteg volt ránk, hogy sajnos nem ittünk. Aztán történt olyan is egyszer, hogy voltunk szállodában, ugye ilyen három vagy négy csillagos szállodában voltunk, és ugye ott volt a bornyító az asztalon, meg a törölköző, és én eldobtam. Mondom, anyám azt mondja, ez mit keres itthon. Mondom, azt hittem, hogy az enyém, úgyhogy tévedésben eldobtam a bornyítót, meg a törölközőt a szállodából, visszapostáztuk, megköszönték a szállodába, hogy ilyen becsületesek vagyunk, de én azt hittem, hogy az az enyém, és hazahoztam. Most is voltam Tapolcán a hotelban, hát gyerekek, én nem tudtam, hogy ilyen kártyába kell bemenni, meg össze-vissza kapcsolgatom a lámpát, nincs áram, nem tudom tölteni a telefonomat. Hát mire rájöttem, meg kell kérdezni anyámikat, hogy működik ez. Hát nem be kell dugni a kártyát ilyen cuccba, és úgy lesz áram. Hát mondom, mi van veled, hotel, jó vagy? Ennek a videónak az utolsó sztoria, lájkoljátok a videót, ha tetszik, mert rengeteg ilyen sztori van még. Voltam vendégségben unokatesóimnál. 2,5 éves kislány ugye mindig adott nekem édességet, köztudott, hogy én nagyon szeretem az édességet, egyszerűen meg lehet vele venni. Postán tudtok küldeni? Ülök a szobába és jön a kislány, hogy hoztam neked, Dani, cukrot, kóstold meg! Ah, mondom, de aranyos vagy, hát én olyan finom cukorkát kaptam attól a kislánytól, vettem belőle, megettem, hát ilyen nem volt rossz íze, valljuk be őszintén. Ő is evett belőle, én is tök jó kóstolgattam, mondom, megkérdezem tőle, hogy honnan hoztad azt az édességet. És hát oda vitta a hörcsökhöz, hát nem hörcsök kaját etetett meg vele. De elolvasva a hozzávalókat, nem volt semmi bajuk tőle, tele van répával, de jó íze volt a hörcsök kajának. Azt mondta, cukorka, tényleg olyan boldog volt, hogy hozott nekem cukorkát. Hát mondom, jó van, köszönöm szépen, úgyhogy néha nagyon butuska vagyok, de tényleg édességgel meg lehet venni. Itt szeretném megköszönni, nagyon sokan vettetek már Nazdan is termékeket, nagyon boldog vagyok, hogy használjátok őket és vásároltok, sokat tudtok ezzel segíteni. Leírásban találtok egy linket, nagybátyám, itt Rémen eladják a házat, nézzétek meg esetleg, ha tetszik, akkor ide költözhettek hozzám, hanem egy faluba. Na, úgyhogy nagyon jó bulikat csinálnánk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor lájkolj, iratkozzatok fel, meg valami csengőt is lehet itt nyomni, azt mondják a nagyok. Na, köszönöm szépen, sziasztok!